Egy darumondolási este a Hortobágyon, ez olyan élmény, azt nem is lehet leírni. Egy gyönyörű naplementés este, amikor beszállnak a daruk az alvóhelyre. Ezek olyan dolgok, amit nem lehet se euróba, se forintba kifejezni, akár csak egy Mozart zenét, vagy Beethoven zenét, tehát ez nem lehet pénzbe fogni, ennek nincs ára, csak értéke. És ez az, ami fontos, amit mert ugye ebben a gazdasági életben, amikor a brutál kapitalizmus irányít, mindennek kell, hogy legyen valamilyen ára. Mindig megkérdezik, ez mibe kerül, mit hoz nekem? Hát ne azt kérdezzük, hogy mit hoz nekem, mit tudok élvezni, mi az, ami a lelkemnek fontos, nem csak a testemnek, a lelkemnek is. És ezért egy Mozart zene, egy Beethoven zene, vagy a Szent István Bazilika, a Magyar Szent Korona, vagy a naplementés Darvas Hortobágy, ezek olyan értékek, amit nem lehet pénzbe kifejezni. És sokszor azt mondják, ez blaszfémia, ha összehasonlítjuk a dalukat egy emberi építménnyel, egy koronával. Hát nem blaszfémia, mert szerintem, ha lebombázzuk a Szent István Bazilikát, azt újra lehet építeni, sok ilyen épület van. De ha egy állatfajnak az utolsó párja úgy hal ki, hogy nincs utódja, akkor a világon senki nem tudja fölilleszteni, míg a modern genetika sem.